És majd is emeltem Gímes Renáta, szervusz, köszöntelek a műsorban. És hát az egy csepp világnappal fogunk foglalkozni, amit ha jól tudom, akkor 9. alkalommal rendeztek meg. Mi ez egész pontosan, mit lehet róla tudni? Ez egy családi egészségnap, mégpedig ingyenes, tehát bárki számára, aki eljön, legyen az cukorbeteg, egészséges, vagy bármilyen betegségtől szenvedő, családos, vagy egyedülálló, fiatal, öreg, bárkit szívesen látunk. Ez egy nagyon kis komplex program. Próbálunk mindig hagyományos programokat is, amilyenek például egy ugrálóvár, vagy különböző gyerekeknek való játékok, ezekkel meglepni a családokat, illetve vannak ezek a hagyományos szűrőprogramok is. 10 darab szűrés lesz egyébként, 10 ingyenes egészségügyi szűrés, kezdve természetesen a cukorbetegséggel, a vércukorméréssel, ez már a bejáratnál vár mindenkit. És addig nem lehet tovább menni. De lehet. Igen, ez érdekes dolog, mert szokták kérdezni tőlünk, hogy hány éves kortól lehet megmérni a vércukorszintet. Mit gondolsz, mit szoktunk hány mondani? Hány éves kortól lehet? Igen, ezt szokták megkérdezni hát, családok. Mivel nagyon sokan vannak cukorbetegek, szerintem egészen kiskor óta. Igen, hogyha egy család vállalkozik, akkor néhány hónaposan is meg lehet méretni a vércukorszintet. A legkisebb páciensünk idézőjelben 3 hónapos volt. És nagyon jól bírta, tehát ez egy nagyon picike kis tű, és nagyon felületi ez a szúrás, tehát nem nagyon érez senki semmit, olyan, mint hogyha egy picit a darázs megcsípte volna, de talán még annál is kisebb ez az érzés. A kisbabák az első ekkora oltás után azért egy kis darázscsípést kibírják. Ők már rutinosak. Szóval vércukormérés a bejáratnál, nagyon sok nővérke majd kedvesen, mosolygósan várja a pácienseket. Ott kapnak egy olyan kis szórólapot, olyan programlapot, ami van egy tombola, amit bedobhat bárki. De nem csak nekik adunk, hanem azoknak is, akik nem méretik meg, mert szeretnénk, hogyha minél többen esélyesek lennének arra, hogy nagyon jó kis ajándékokat nyerjenek. A teljesség igénye nélkül csak egyet mondok, egy-két fős görögút a fődíj, tehát jelvesen. Aki túl van a vércukormérésen, az joggal állhat sorban majd a színpadnál, ahol egyébként meg végig koncertek, gyerek és felnőtt programok lesznek egész nap. Kolompos együttes, csillagszemű tánc együttes, és utána jönnek az egyik legnagyobb tehetségkutatónak az énekesei. Ezen kívül jön majd a Wolf Kati, Kocsis Tibó, jön a Csonka András is, úgyhogy lesz ding-dong is. Szóval izgalmas programok, sok sorsolás. Emellett ugye említettem, hogy lesznek 10-12 egészségügyi program, és nagyon sok tanácsadás. Tehát, hogyha mondjuk valaki dietetikai tanácsot szeretne kérni, azt mondja, hogy hát én most szeretnék egy kicsit diétázni, mondjon valamit, kedves dietetikus asszony, akkor bizonyára kap majd megfelelő választ, de lesz diabetológus is, lesz pszichológus is, tehát és nem csak cukorbetegeknek fog tanácsot adni, hanem bárki számára, akinek vannak kérdései, és mer kérdezni a tanácsadóktól. Ugye azt már említettük, hogy most rendeztetek meg 9. alkalommal, hogy nyilvánvalóan azt kijelenthetjük, hogy van erre az egész eseménysorozatra igény. Igen. Mi az, amiben mindig képesek vagytok megújulni? Teszem azt mondjuk, idén mi lesz az, ami kicsit más lesz, mint az előző volt? Idén lesz egy-két olyan játék, amit még eddig nem nagyon láthattak az egy csepp világnapon. Ezeket, ez meglepetés, ezt nem mondom el, aki majd kijön, ez meglátja, meg reklámot se szeretnék nagyon, tehát hogy most egyiket reklámozom, a másikat nem. Ezen kívül a programokban is próbálunk néha újítani. Lesz például olyan jellegű program, például a Csonka András nem nagyon látták, nagyon régen látták egy csepp világnapon, tehát ő egy színfoltja lesz a programoknak, illetve lesz egy-két ilyen kis megmozdulás, hogy a Katus Attila majd bemelegíti a reggel érkezőket, és utána például tanácsot ad. Például a tanácsadások azok egy picit újszerűek, mert nagyon sok lesz, nagyon érdekes programok lesznek, ezen kívül is lesz egy egészségtér, ami még nem volt, és itt nem csak a tanácsadásokon lesz hangsúly, lesz néhány előadás is, és laikusoknak szól. Tehát nem ilyen nagyon komoly témákra kell gondolni, és nem latin szavak fognak elhangozni, hanem abszolút közérthetőek lesznek ezek az előadások. És ami most már azért hagyomány, de olyan szempontból újszerű, hogy a Magyarország Cukormentes Tortája versenynek a győztesét,
ami ugye csokis kaland, hogyha esetleg hallottatok róla, de még nem próbáltátok ki, akkor itt megkóstolhatjátok. Tavaly akkor egyébként... Akkor miért a bejáratnál volt cukorszínmérés, mert kifele már kiakadna a tűk, gondolom. Nem akadnak ki a tűk, pont ez a lényege, igen, hogy ezek a torták annyira kevés szénhidrátot tartalmaznak, és a kalóriaértékük is csekély, hogy ezek egészségesek. Tehát ettől nem szabad, hogy megemelkedjen a vércukorszinted. Nem kristálycukor van benne, ez hozzáadott cukormentes. Ez a torta. Szilitnek hívják azt az édesítőt, amivel készül, illetve eritritol is van benne. Ezek olyan cukoralkoholok, amelyek nem emelik meg így ugrásszerűen a vércukorszintedet, hanem szépen, tehát lassú felszívódásúak. És azok a lisztek, amelyekből készült ez a torta, azok is ugyanezt érik el majd a szervezetedben, de ezen kívül a tortán kívül is lesz rengeteg kóstoló, tehát, és egészséges ételkóstoló, tehát nem akármiket fogunk ott megkóstoltatni az emberekkel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy elég sokszínű lesz ez a program. És ha jól tudom, akkor lesz nálatok egy olyan, hogy diabétesz séta. Bizony lesz. Ez mit akar egész pontosan? A Nemzetközi Diabétesz Világnap, ami egyébként november 14-én van, ennek a tiszteletére minden évben megrendezzük a Nemzetközi Diabétesz Sétát. Magyarországon tudtommal ez az egy diabétesz séta van. És ez úgy néz ki, hogy 15 órakor mindenki szépen elindul egy cseppes sárga lufival a kezében, amilyen héliumos lufi, tesz egy sétát, el is mondom mindjárt, hogy ennek mi az üzenete, és utána végén felengedi a lufit. Az üzenet pedig az, hogy 30 perc sétával, akár naponta, akár mondjuk többször egy héten, rengeteget tudsz tenni az egészségedért. Aki pedig már diabéteszes, annak pedig segít a szinten tartásban vagy javításában, az életminősége javításában, ha mozog. Tehát gyakorlatilag kijelentetjük, hogy aki orvosi vizsgálatokra, illetve cukormentes tortára kíváncsi, az látogasson ki egészen pontosan mikor és hova. Ez vasárnap, tehát november 16-án, 10 és este 6 között a Szimacsarnokban lesz. Ingyenes, tehát nyugodtan bárki jöhet. Renáta, köszönöm szépen. Én köszönöm.